Szaktalan vagyok, és majd nagyon ritka jószágot fogunk megnézni, ez pedig a Szuszász-22-54-es, ez a 9. szintű TD-je az oroszoknak, de ugye most csodálkoztok, hogy na jó, de hát 9. szinten nem így néz ki a TD az oroszoknál. Ugye ez a második orosz TD ágon van, amiben senki nem játszik. Az persze túlzás, de nagyon kevesen játszanak egyébként az alsó ágával az oroszoknak. Ami azért van, mert a legalábbis a fórumok szerint és sok ember szerint ez egy gyengébb ág, mint a másik. Ugye a felső ág az gyakorlatilag irtozatos ágyukkal operál, ugye mindenki ismeri az IS-152-t, meg a híres BL-10-es ágyút. Még ez az alsó ág, ezek inkább ilyen gyors tankok, inkább közepes, vagy inkább kisebb, a közepesnél is kisebb sebzéssel, viszont gyors töltési idővel. Egyébként ezt a tank, hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint az én annyira imádott Szuszász-22-44-esem. Tehát nagyon-nagyon hasonló tankról van szó, csak ugye ez az 54-es kicsiben nagyobb ágyú van rajta. Mindjárt le is puskázom, hogy pontosan milyen ágyú. Azt mondja, hogy 44 a sebzése és 258 az átütése, amit 6 lövés per perces sebességgel tud kilövöldözni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10 másodpercenként tud lőni egyet mindenféle rásegítés nélkül. Ez egy nagyon gyorsan tüzelő tank lesz, gondolom, hogy olyan 9 másodperc alá lehet tornázni ezt különböző felszerelésekkel. Aki játszani fog vele, az Zambori, és a pálya, amin meg fogjuk nézni, az Westfield. Nézzük is, hogy hogyan fogjuk ezt csinálni. Egyébként ez a tank meglehetősen gyors, és nagyon jó kis alacsony, ugyanúgy a Szuszász-22-es is, és ezért nagyon jól tud rejtőzködni. Tehát nagyon jó abban, hogy távolról észrevétlenül lövöldözzön viszonylag gyorsan, és bár nem túl nagyokat, de pontosan az ellenségre. Na most, amit Zabori csinál, az, hogy elmegyünk jobbra, ahol ugye leginkább a közepes tankjaink szoktak rohamozni, még remélhetőleg a nehéz tankjaink berohannak, illetve megvédik, illetve elfoglalják a várost és az fölötti kis mezőrészt. Szépen fölmászunk itt Tomra. Az képest, hogy Domnak fölfelé, meg így is elég gyors. Egy kis aranyoska. És már látunk is egy IS-3-ast, aki ott a leopárddal harcol. Ó, ez nekünk nagyon jó célpont lesz. Na nézzük, mire képes ez az ágyú. És bum. 494, azt hiszem, hogy ez úgy elviselhető sebzés. Mit nem mondjak, egy 9-es szintű tanktól is. A töltés, illetve a célzási idő, az láthatjuk, hogy kicsit nagy. Tehát orosz tankról van szó, szóval ez elvárható. Ez ugyanígy igaz a 22-44-re is. Egy T-54-1-esünk, eddig 1-1 az állás. Mi a Tigris vesztettünk, ők egy IS-3-ast. Szóval mi jártunk jobban, így már kevésbé. Ó, és egy KV-5-ös kint a hídon. Ops. Odahúztunk egyet, reméljük eltaláltuk. Ez meg egy IS-3. Ja, KV-3. Egy kutya, ugye? KV-3 egy picit lassabb, picit páncélozottabb, és egy szinte kisebb, de nem baj, majdnem ugyanaz, orosz-orosz, egy kutya, mindegyik Made in Taiwan, tudjátok. Ki az, aki meg tudja nekem mondani a kommentekben, hogy ez melyik filmből volt. Na, ott a KV-5-ös, és tudjuk, ezzel nem találtuk el, most pótoltuk a dolgot, 314 HP-ja maradt, abszolút is ki is lőtt a T-54-es, a kis dobtárával, ott meg egy leopárd, és egy T-71-es fent a dombon. Szerintem T-71-es mindjárt csúnyán fog nézni. Az igen, szegény elpusztult, teljesen lesöpörték a földszínéről. A leopárd egyelőre ott van bent az a híd mögött, és tudtam eldönteni, hogy ez egy híd vagy egy akvadukt, vagy mind a kettő egyszerre. Valószínűleg az utóbbi. Na, ki jön onnan a KV-3-os? Szerintem nem. Tehát látjátok, azt csináljuk, amit ezzel a tankkal csinálni kell, tehát jól, rendesen hátul maradunk, és kihasználjuk a jó kis pontos ágyunkat. Egyébként orosz ágyhoz képest ez valóban egy pontos ágy, főleg így most az új patch után. Új, hát most már nem annyira új a 8.6-os. Ott a T-54 pont az eleje... az oldalt mutatja. Én kedves tőle, pum. Az elejét ezt nem olyan könnyű átlőni, bár ezzel az ágyúval azért valószínűleg ott is meg lehetne oldani. 4-4 az állás. Még akármi lehet ebből. Aha, ott egy M3-as és hopp, kilógott belőle valami picit, de épp hogy csak. Na most... Ha ránézzünk a térképre, akkor viszont láthatjuk, hogy bár az állás viszonylag közelinek tűnik, a valóság az, hogy teljesen elvesztettük a fenti részt, ami ezen a pályán általában automatikus vereséget szokott jelenteni. Mert hogyha a nehéz tankok egyszerűen áttörnek ott fent és bejönnek mögénk ilyen átkaroló manőverrel, akkor általában azt nehéz túlélni. És már kezdődik is a probléma, 5-6 az állás. Fölmászunk itt a dombon, miközben az Object 704-es társunk valamiért épp az ellenkezőjét teszi. Ez kicsit olyan
Ez furcsa manővernek tűnik egyébként, hogy ő már ott fent volt pozícióban, és ehelyett most eltűnt onnan. Na de mindegy. T43-as igen jó lenne kicsit megkínálni. De úgy tűnik a dom másik oldalán van, de most jön felénk. Na, na. Nem, és sajnos abszolút nem látunk semmit a felső feléből a pályának. Kijöv ezt az M103-ast itt. Na, na. Aha. Szia, tényleg a 3-as. Bum. Ez egy valóban nagyon jó kis pontos ágyú. Hát ott volt valahol, aha, meg is jelent újra. Ezt nem élet túl öcsi. Nem ám. 8-7, de sajnos most megtörtént az átkaroló manőver. Két majdnem teljes HP és E75-ös van mögöttünk. Ez elég kellemetlen helyzet, az M103-as még mögöttünk. De legalább a másik szárnyunkon azért mennek előre még mindig, és 9-9 az állás. Itt az E75. Kapott egy hatalmasat. Oké, még mielőtt lecsúszott, kapott egyet. Most 328 HP-ja van, viszont a lenti még mindig teljesen megvan. És az E75-ösöket még egy ilyen komoly ágyúval is. Ez egy kihívás átlőni. Mellettünk egy ilyesmi 152, úgyhogy villámgyorsan elhúzunk onnan, mielőtt lelőhetne. Most sajnos három tank között vagyunk, ez általában nem jelent túl jót. Látjátok, az E75-ös nem olyan egyszerű átlőni, szerencsére ő se talált el bennünket. Viszont az ilyesmi 152 tudja, hogy hol vagyunk, és előbb-utóbb itt van a nyakunkon. Jaj, most aztán két tűz között vagyunk. Puff. Igen, szerencsére ő nem nagyon tud velünk mit... Reméljük, hogy ez csak lag volt, és nem ő szándékosan csinálta. Egyébként szerintem lagol, úgyhogy egy kis szerencsénk is van. Aha, most viszont már jön. Jaj. Jó, nehéz, de ez ezt nem fogja túlélni. Így van. Mi is sebződtünk rendesen egyébként, majdnem 500 sebzést kaptunk. És az E75-ös még tetézte egy picit. 11-11 az állás, és itt egy majdnem full életű E75-össel kell megküzdenünk, miközben nekünk csak 600 HP-nk van. Jön, nem jön ki, kicsit be van szarva tőlünk. Ha ügyes lenne, na igen, ezt sose szabad csinálni. Így sose szabad kimenni egy TD elé. Az első fogaskereket, ha lőjük, akkor egyrészt sebezzük, másrészt lelőjük a lánctalpát minden egyes alkalommal. És bum. Felgyújtottuk. A lánctalpa nem esett le, de felgyújtottuk. Nagyon jó. 4600 sebzés, igaz, hogy csak két killünk van, de akkor is. És 12-13 az állás, mert csak a T54E1 van, illetve mi. Miközben az ellenfélnek van egy, hát egy nagyon piros IS-8-asa, illetve egy jó játékos M103, meg egy elég jó játékos SZUSZ-52. Ez kicsit veszélyes. Ráadásul úgy tűnik, hogy a T54-nek nincsen lőszere. Azt mondja. Nekünk igazából ami aggodalomra ad okot, az az, hogy nagyon kevés lövedék, nagyon kevés életünk van. Tehát egy IS-8 majdnem egy lövéssel intézhet, a SZUSZ-152 attól függ, milyen ágyúja van, és az M103 pedig két lövéssel tud bennünket kilőni. Cserébe a T54E1-nek annak ellenére, mert van 4 kill-je. Még mindig tele van élettel. Kipizból elég jól állunk. A célunk az, hogy a T54E1-et előreengedjük, és a több életével felfedez az ellenséget, miközben majd oldalról lövöldözzük őket remélhetőleg. Aha, ott az M103-as. Sajnos pont egy domb mögött áll. Van egy kis bemélyedés itt a domb oldalban. Fúha, épp hogy csak kilátszik egy picit a teteje. És ott van mellette a SZUSZ-52 is. Kaptak egyet, de a T54 is fél életét elvesztette, úgyhogy azt hiszem itt az ideje annak, hogy előre rohanjunk egy kicsit. Szóval nem látjuk az IS-8-ast. Ez ijesztő. Au, T54 megint kapott egyet. És azt hiszem, hogy tölt. Így van. Már mondja is, hogy újra töltés van. Úgyhogy most nekünk kell elintéznünk a fiúkat. Szia, M103-as. Meg volt. Igaz, hogy nem láttuk, de semmi gond, ki lehetett számolni, milyen gyorsan megy. Úgyhogy ez a harmadik killünk. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg már nem teljesen igaz az a 4600 sebzés, amit az XVM mutat. Valójában annál több van. Az IS-8-as legutóbb erre a bázisra láttuk, lehet, hogy AFK lenne. Kimegyünk szép óvatosan itt a híd alatt.
És valahol ott kell lenni, ott az IS-8-as. Itt kell lenni az a Su-152-nek is, ő igaziból. Ó, veszélyesebb ránk nézve tulajdonképpen. Ebben az esetben csak, inkább azért, mert ez egy, ezt levettük mellel. És amíg a következő nem pattan le, így van. Egyébként a Su-152 nagyon ritkán patint le valamit, még ennél jóval kisebb ágyukról sem. Jóval kisebb ágyuk sem pattannak le róla általában, de most valamiért úgy döntött, hogy le fog patintani bennünket. Na nézzük az IS-8-ast. Itt szépen a T-54-es megkerül. És úgy az IS-8-as nem lehet megállítani, tehát ő fölébredt a kis téli álmából ott a bázison, és ahelyett, hogy itt harcolna, lehet, hogy elindult keppelni. Ez, ilyen piros játékosok hajlamosak egyébként, vagy az ilyen AFK típusok. És ott megy. Bum. Teli találat, leszettük a lánctalpát és sebeztük. Nem lát bennünket, csak mi látjuk őt a periszkóppal. Uff, kapott még egyet. Sajnos nem látjuk az X-fémben a sebzést, de valahol ott kell, hogy legyen. Na merre vagy IS-8-as? Aha. Ott van. Hopp. Kapott még egyet. És vajon be tudja fejezni a T-54, vagy nekünk kell megadni a kegyelem döfést. Ott gurul. Ups, ez valamiért nem talált. Semmi gond, gyorsan töltünk. Ah, a T-54 elvitte előlünk. Lett volna még egy killünk, hogyha ezt most nem hibázzuk el. Na hát ez gyanítom, hogy körülbelül 6000 sebzés lehet úgy összességében, vagy egy picit a fölött, amit az XP-m ugye nem látott. És 4 kill, de ami ennél fontosabb, hogy nagyon-nagyon ritka állatfajt láthatunk itt. A Su-122-54 tényleg nem túl gyakori, én magam talán egy tucatszor találkoztam ezzel a tankkal a, nem tudom, kb. Majdnem, lassan már majdnem 7000 meccsem alatt, úgyhogy nem éppen egy gyakori tankról van szó. Úgyhogy köszönjük Zamborinak, hogy megnézhettük, sziasztok!